Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel ugyan két napra szól, mert az energia hasonló. Augusztus 13-ára és augusztus 14-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ami bizonyos kapcsolatokat jelent. És vannak az ujjaink jógái is. És én mutatok most egy gyakorlatot. Ez segít hallási zavaroknál. Vagy olyan helyzetben, amikor azt szeretnéd, hogy mások odafigyeljenek rád, és megértsék azt, amit közölni szeretnél. Vagy te hallgass másokra. A gyakorlat a következő. A középső ujj befele nyúlik, és a hüvelyk ujjunkkal átöleljük a középső ujjunkat. A kis ujj, a gyűrűs ujj és a mutató ujj kifele marad. Amikor belélegzünk, akkor kicsit megnyomjuk a hüvelyk ujjunkkal a középső ujjat, amikor kilélegzünk, akkor kicsit elengedjük. És mutatom a gyakorlatot. Itt hallásról van szó, vagy betegségekről ezzel kapcsolatban. És most meghalljuk azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold a vízöntő jegyében van, tehát aktiválja a levegő elemét. Itt könnyűségről van szó, ötletekről, tervekről, döntésekről, hogy tudnád ezt megvalósítani. 13-án a hold a Satabisa holdházban van, ami 100 gyógyulást, gyógyító erőt vagy szerencsét jelent, de jelenthet 100 félelmet is. Az azt jelenti, a félelmeid vannak, azok blokkolják a gyógyító erőt. Viszont, ha megvan a bizalom és hiszel abban, hogy lesz gyógyulás, vagy hiszel abban, hogy lesz ez a 100 szerencse, akkor ez bekövetkezik. 14-én a hold a Purvasada holdházban van. Itt egy kard a szimbólum, és az jelenti azt, hogy vágd el a félelmeket, tehát tedd át magadat a félelmeken. Ez a kard jelent döntéseket is. Azon kívül ez a holdház jelenthet viharos eseményeket, tehát hogy rohamosan mennek előre a dolgok. 14-én este fele a hold eléri Neptun bolygót és együtt hatnak. Itt akkor már jobban alakulnak, folyamodnak az események, itt egy álom megvalósulhat, ha hiszel ebben. 14-én Szaturnusz bolygó szemben áll a nappal. A nap megvilágít valamit, de utalhat a kormányra, a politikai eseményekre is. Szaturnusz bolygó az jelenthet még korlátozásokat, vagy az lenne fontos, hogy a politikusok odafigyeljenek bizonyos eseményekre, amit rendezniük kellene. De itt van egy kis húzavona, hiszen kell az egyensúly, és ez nem mindig könnyű ebben a belső egyensúlyban maradni, vagy így a döntéseket hozni, másokhoz alkalmazkodni. A hold a vízöntő jegyében van. Mars bolygó az indiai számítás szerint a bika jegyében van. Itt a férfiaknál, ami az érzelmeket illeti, vagy az anyai témákat illeti, itt vannak nézeteltérések, van egy belső feszültség. Úgy 14-én este fele nyugszik meg a helyzet, és akkor a férfiak tudnak érzelmekről beszélni. Ha anyáról, anyai témákról van szó, akkor az jelenthet egy kibékülést.
Vénusz bolygó az a rák jegyében van, és az olyan távolságban áll a holdtól, ami bizonytalanságokat vált ki belőlünk, hölgyekből. Viszont 14-én úgy este fele a hold áttér a halak jegyében, akkor úgy megnyugszik minden, és megvan akkor a belső harmónia. Merkur bolygó, az az oroszlán jegyében van, a hold a vízöntő jegyében szemben állnak, itt tükröződik valami, és kell a döntéseknél a belső egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Itt érzelmekről és beszélgetésekről van szó. Nem szabad eltúlozni a dolgokat, de nem szabad visszahúzódni sem, hanem ami tükröződik, arra kell, hogy megadjuk a választ. Tehát hallgassunk oda, amit mások mondanak, és közöljük úgy azt, amit mondani szeretnénk, hogy mások hallgassanak meg bennünket. Ehhez jó ez a jóga gyakorlat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!